Pénteken fotókiállítás megnyitójára invitálta a művészetkedvelőket az Öreghegyi Közösségi Ház. Az Aranybulla művészeti napok nyitányaként a Csókakőn élő Kiszeli Krisztián keleti végeken címmel állította ki képeit. A kiváló fotós, aki Székesfehérváron Őritót István tanítványaként végezte el a fotós szakiskolát, majd az Iparművészeti Egyetemen szerzett diplomát, ezúttal fekete-fehér, Erdélyben készült, szocioriport jellegű műveit hozta el, amelyek az utazásai során az érintetlen természetet, a változó környezetet, illetve az abban élő emberek mindennapjait mutatják be. Nagyon régen állítottam már ki fekete-fehér filmes technikára készült fotóimat, és akkor jött ez, hogy hát akkor talán kéne egy ilyen kicsit retrospektíven gondolkodni ebben a kérdésben, és hát akkor azt mondtam, jó, legyen akkor ez a 90-es és 2000-es években készített ilyen dokumentarista szociófotóimból egy merítés. Barabás Lőrinc trombitás vezetésével számos a budapesti jazz szintér jeles képviselőiből alakult alkalmi formációktól a rajongók megszokhatták az elmúlt időszakban, hogy minden koncerten az instrumentális fúziós zene születésének megismételhetetlen pillanatait élhetik meg. Az Aranybulla művészeti napokra azonban Barabás Lőrinc egyedül érkezett, hogy egy ízig-vérig improvizatív, kozmopolita szűrőn keresztül varázsolja el a Fantavilla közönségét. Jó ideje már, egy jó pár éve játszom szólóban is, és különböző pedálokkal, meg különböző kütyükkel csinálok ilyen egyszemélyes zenekaros fölállást, és ez most már egy jó ideje megtaláltam azt a hangszerparkot, amivel dolgozom, és ebben elég sok a billentyű, szintetizátorok, trombita, számítógépről különböző hangmintákat használok, és erre a fölállásra írtam egy pár lemezt az elmúlt években, és azóta is készülnek új szerzemények. A művészeti napok egyik várt eseménye Szőcs Bertalan, a Székesfehérvárról elszámozott fiatal zongora művész estje volt, aki Muszorgszki egy kiállítás képei című örökbecsű művét játszotta el. A darab a zeneszerző barátja, a tehetséges festőművész és építész Hartmann halála után íródott, mint egy emlékezésül műveire. A programzene, mint olyan, már azért ebben az időben már bőséggel létezik, csak mondjuk azt, hogy ilyen láncolatra felfűzött programzenéknek az egymás utánja szempontjából számít különlegesnek. Meg mondjuk még abban is egyébként, hogy valahol itt ez már egyfajta előszele azért az impressionizmusnak, meg az expressionizmusnak, de sajátosan oroszosan. A koncert és a hozzá kapcsolódó előadás, mint ahogy a művészeti napok programja is megerősítést nyújtott a szervezőknek és a kultúra barátainak egyaránt, érdemes folytatni az öreghegyi hagyományt.